Az életed melyik szakaszában akartál állatorvos lenni? Hát olimpia előtt. Bementem, amikor hát ugye az olimpiára való felkészülésen minden időmet, energiámat lefoglalt, és akkor bementem, én akkor a Buda István volt az államtitkában, illetve most már a sportminiszter, és mondtam, hogy segítsen a felvételiben, mert tanulni szeretnék. Aztán fő se nézett az újságon, ahol állatemberetem, ott nem tudok segíteni. Közben rengeteg embernek segítettek, tudom, akkor vízipólósok, vagy mit tudom én, csomó embert. Főleg, hogyha olimpiát nyert fel, bár minden fotón ott volt mellettem. Aztán Kijevbe, 83-ban, egyedül én de voltam az egész... volt? Ez 80-ban. Aztán 83-ban, Kijevbe, egyedül én voltam az egész csapatból bronzérmes. Volt egy ilyen fogadás, és akkor ott jópofizott elem, és mondtam neki, hogy Pista bácsom, ilyen jobb vagyok, miért nem segített nekem a fölvételinél? És akkor mondta, hogy hát, hogy a szövetség kapitányom bement, és mondta, hogy nehogy segítsen nekem, ha bejövök. Nem mondom. De ezt le is írtam egyébként az önirati könyvembe, mert hogy az én extrovertált viselkedésemre szüksége van a csapatnak, meg az eredményem, és ha tanulni kezdek, biztos abba fogom hagyni. Na, ennyi lett az én állatorvosi karrieredből. És akkor utána mentem a vendéglátóra, meg akkor, hát most már testem egyetem, akkor még TF volt, bár 4 éves. De elvégezted a vendéglátót is, meg a TF-est is? Igen, 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 igen.